Egy nap alatt több mint a duplájára ugrott az új fertőzöttek száma, így már százezernél is több igazolt koronavírusos van Magyarországon. Utoljára december közepén voltak ennyire rosszak az adatok, ami azt is jelenti, hogy rövid fellélegzés után elkezdődhetett a járvány ötödik hulláma. Ráadásul a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az új vírusvariáns, az Omikron terjed a leggyorsabban. Magyarországon ez a törzs felelős a megbetegedések 11 áért az elhunytak száma továbbra is stagnál, szerdára virradóan 82-en vesztették életüket a betegség következtében, így már majdnem 40 ezren estek a pandémia áldozatául. Egyelőre a COVID osztályok sem túlterheltek, Három ezeren vannak kórházban, közülük 307-en szorulnak lélegeztetésre. Az oltási kampánya közben jelentősen lelassult. Egyrészt az ünnepek miatt, másrészt úgy néz ki, hogy akik eddig nem oltatták be magukat, már nem is szeretnék. Egy nap alatt alig több, mint másfél ezren jelentkeztek az első vakcinájukért. Éppen ezért a kormány újabb oltási akciót rendez csütörtök és szombat között. Ez idő alatt bárki időpontfoglalás nélkül válhat védetté.